Hagyományosan svábbállal nyitja meg az évet Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzata, ez idén sem történt másként. A vendégek közül többen a környező településekről látogattak el az eseményre. Volt, aki egészen Babarcról érkezett. Most vagyok itt Bálon először, és nem is tudom, honnan szereztünk róla tudomást, de a feleségemmel eljöttünk. Saját fúvószenekarunk van, úgyhogy mi is benne vagyunk a kulturális életben, és valószínű ezen a téren hallottunk erről a svábbálról. Mi magunk is csinálunk otthon svábbálokat, és hát járjuk a megyéket is. Az idősebbeknek azért, hogy emlékezzenek egy kicsit, a fiatalabbaknak pedig úgymond identitás erősítés. Az én szüleim, nagyszüleim, dédszüleim mind német ajkúak. Én magam is egészen jól beszélek németül, hála Istennek, és ugyanezt a hagyományt folytatják a gyerekeim, sőt az unokáim is. A svábbált egy hosszabb kihagyás után tudta újra megrendezni a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Két év kihagyás után tudjuk újra megrendezni a mözsi svábbálunkat. Az önkormányzatnak ez az első, eddig mindig ez volt az első rendezvénye, úgyhogy az idén is ezzel kezdünk. Meghívtuk a két helyi énekkart, a mözsieket és a tolnai énekkart, ezen kívül pedig a Mórágyi Tánccsoport fog táncolni, ők fogják megnyitni a bálunkat. Ez már nagyon régóta hagyomány. Hát, mint az önkormányzatnak is a célja, maradjanak fönn a hagyományaink, hogy a táncokat táncolhassuk, ne csak a színpadon láthassuk, hanem akinek kedve van és táncos lábú, az táncoljon, legyen egy olyan este, amikor együtt vagyunk. Ami öröm számunkra, hogy nem csak Tolnáról jönnek a bálba, hanem Babarcról, Mázáról és a környékről is. Úgyhogy messzire ment most már a bálnak a híre. Megismerhetik a sváboknak a hagyományait, a sváb táncokat megnézhetik, tanulhatják, illetve nagyon dallamos a sváb zene, jól érezheti magát az ember. A rendezvényen természetesen a helyi egyesületek is megmutatták magukat. A Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör és a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara színesítette az eseményt. A Mórágyi Néptánc Együttes nagy örömmel fogadta el a meghívást, hiszen főbb céljai között szerepel a tradíciók megismertetése és átadása. Donát Csaba 1984 óta tagja, és 2009 óta vezeti a csoportot. Már voltunk itt, már szerepeltünk egy nyári alkalommal, de akkor kinti színpadon. Már a három táncot készültünk, egy szalagos tánccal, egy régebbi táncunkkal, illetve hát inkább egy ilyen közönségnek szóló, kicsit vidámabb tánccal. Az Egyesület 1976-ban alakult, folyamatosan működött, régen volt énekkara is, az öregek az énekkarból lassan-lassan kikoptak, így sajnos az megszűnt. A tánccsoport az folyamatosan működött, mai napig dolgoz föl régi hagyományokat. Több minősítése van az együttesnek, aranyminősítés, kiváló minősítés, illetve hát Európában, több országban is jártunk, Nyugat-Európai részen, tehát Erdélytől kezdve Németország, Svájc, Ausztria, tehát több országban jártunk már, és örülünk mindig, amikor meghívnak valamilyen rendezvényre. Csoportnak az hagyományozó táncsok, tehát német hagyományokat ápolja, és a német táncok bemutatása az, ami még ma is még él, ma is még működik.
És ezt a kultúrát, hogy ugye ne menjen feledőbe, azért csak fenntartjuk, illetve bemutatjuk más településeken, lássák, ismerjék meg őket, és akinek kedve van, az akár elkezdheti, jöhet hozzánk, és együtt táncolhatunk. A fiatal generációk most már sokszor más irányban néznek, mint mi, de akik úgy érzik, hogy szívesen jönnek közénk, magát a táncokat megtanulják, sokan ugye tanulják is a német nyelvet. Aki jön és kedve van hozzá, azoknak át tudjuk adni, szívesen akkor táncolják is. Inkább az a kérdés ma már, hogy hány fiatal van, aki szívesen beáll egy hagyományőrző vagy egy nemzetiségi táncsoporhoz táncolni. Tolnaváros Német Nemzetiségi Önkormányzata az idei évre is több programmal készül, mondja az elnök. Két nagy rendezvényünket tervezzük ismét, a Kervasrudl Festet, illetve a nemzetiségi napunkat. Ezen kívül tavasszal és ősszel a hagyományos térzenénket szeretnénk újra megrendezni, és azért vannak még ötleteink, amiket szeretnénk az idén új programként behozni majd.